Üdvözöllek! Ebben a videóban egy újabb fájkezelővel ismerkednénk meg. Ez a Qdir névre hallgat, és a működése, valamint a megjelenése némileg eltér a megszokott fájkezelőktől. Hogyha rákeresünk, akkor itt van tulajdonképpen az első találat, majd pedig itt a Direct Download. Hát látható, van egy telepítős változat, megvan a telepítés nélküli, illetve abból a Unicode verzió, valamint 64 bites változat is van. De ez csak a 64 bites Windows-okon futatható természetesen. Hát, hogyha biztosra szeretnél menni, akkor talán ezt tudnám ajánlani. Vagy pedig az ennek megfelelő telepítős változatot, ezek 32 bitesek, amelyek működnek a 64, illetve 32 bites rendszereken is. Tehát vagy a telepítőst, vagy pedig ebből a telepítés nélkülit. Hát szerintem a telepítés nélkül igazából tökéletesen megfelel. Én ezt már letöltöttem és el is indítottam. Az első indítás során el kell fogadni a használat feltételeit, és akkor oké. Tulajdonképpen el is indult. Rögtön látszik az, hogy azért ez nem a hagyományos felület. Tulajdonképpen ez is ilyen két vagy éppen több paneles fájlkezelő, amelyből persze van egy csomóféle, ennél ismertebbek is, viszont ha megnézzük itt, akkor látható, hogy ezekre kattintva különféle elrendezéseket választhatunk ki. Most akkor visszaállítom, hát mondjuk erre. Így akkor felosztott a függőlegesen négy részre. Persze ezeket így lehet módosítgatni, látható. Ezeket itt szabadon tudjuk arrébb húzni, sőt, hát akár ezt így teljesen ki is lehet húzni. Persze itt megtalálható a klasszikus két paneles, két ablakos felosztás is. Viszont úgy gondolom, hogy ennek az egyik nagy előnye az, hogy egyszerre többet is használhatunk, mint kettő. Mert például tegyük fel, hogy vannak valamilyen dolgaink, hát most jelen esetben például letöltések, és onnan a fájlokat szeretnénk szétszortírozni különféle mappákból, vagy hát bármi hasonló feladat megoldásáról lenne szó. Ebben az esetben, ha csak két panel lenne, akkor ez egy picit problémásabb, hiszen vagy azt csináljuk, hogy itt lépegetünk be a képekbe, aztán onnan ki a backspace-szel vissza lehet menni, vagy akár ezzel. Hát így lépegetünk ide-oda, vagy pedig a Ctrl-T-vel itt is vannak ilyen lapok, mint a hasonló fájlkezelőkben. Görgővel rákattintva eltüntethető. Tehát vagy itt váltogatunk, hát vagy pedig lépegetünk a mappákból kibe. Esetleg ezeket könyvjelezőzzük, és akkor úgy egy kicsit könnyebb, de a lényeg az, hogy mindenféleképpen extra műveletet igényel, hogyha a több mappával szeretnénk dolgozni. Erre ez egy nagyon jó megoldás nyújt, mert például itt van ez a négy részre osztott nézet. Persze nyilvánvalóan nagyobb kijelzőn, nagyobb monitoron azért ez jóval használható, bár nem gondolnám, hogy így használhatatlan lenne, és akkor itt beállítjuk a dokumentumok, itt meg beállítjuk a képeket. Hát látható, van itt két darab kép, meg két darab dokumentum. Ezeket persze hagyományos módon ki lehet jelölni Ctrl lenyomása mellett és nyomva tartása mellett klikkelgetve, vagy éppen a Shift mellett klikkelve látható. Ezeket így ki lehet jelölni, illetve a Ctrl-val is ki lehet mindent. De most nekünk egyesével kéne, és akkor mondjuk át szeretnénk ide helyezni, vagy éppen másolni. Az áthelyezés ez a balegér gombbal egyszerűen nyomva tartva, és akkor ide mozgatjuk. És már is ott van ennyi. Ez pedig ide. Tehát hogy gyakorlatilag ezt itt nagyon egyszerűen, nagyon gyorsan tudjuk pakolgatni, meg persze itt is be lehetne állítani még egyet tulajdonképpen. Tehát ez egy egészen jól megoldható, úgy gondolom. Ha másolni szeretnénk, akkor pedig a jobb egeret nyomva tartva, majd felengedve látható másolás ide. Tehát tulajdonképpen a másolás is borzasztó egyszerűen megoldható, és nem kell nekünk itt billentyűket nyomkodni, hanem pusztán az egérrel ezt nagyon könnyen meg tudjuk oldani. Tehát alapjában ez tulajdonképpen így működne. Itt alul vannak egyébként ilyen hasznos eszközök, például a futtatás. Látható, hogy itt van például a parancsor, vagy éppen a jegyzettömb, vagy éppen a számológép, de ezt tulajdonképpen lehet bővíteni a hozzáadással. Aztán itt van például a kivágás, fájlok kivágása, vagy éppen mappák kivágása, itt van a törlés is, itt van a másolás, meg a beillesztés is tulajdonképpen. Tehát gombokkal is elérhető lényegében minden funkció. Aztán a szerkesztésben elérési útvonal például, vagy éppen itt van az új fül is,
Hát aztán például a nézet, teljes képernyő, hogyha egy kicsit nagyobb területre van szükségünk. De itt van a rendezés, itt van a csoportosítás. Tehát tulajdonképpen azokat a dolgokat nagyjából megtaláljuk, mint más fájlkezelők esetén. Itt vannak a kedvencek, hozzá lehet adni egy mappát a kedvencekhez, illetve az extrákban be lehet állítani bizonyos dolgokat. Például, hogy a QDIR az hogyan induljon el teljes méretben a jelenlegi ablak pozícióval, illetve be tudjuk állítani, hogy milyen felosztással induljon el. Hát itt a lista nézetben van egy csomóféle opció, ezeket meg lehet nézni, tulajdonképpen magyar nyelvű, úgyhogy ez nem igazán okozhat problémát. Színek és a dizájnban itt egy kattintással átállíthatjuk. Fekete az én színem, például feketére, akit zavar a fehér. De vissza is lehet állítani alapértelmezetre persze. Hát aztán vannak itt egyéb lehetőségek. Ezeket célszerű megnézni, mert vannak itt hasznos beállítások, valamint a további beállításokban. Mint ahogy a nevében is benne van, további beállításokat tudunk eszközölni. Egyébként látható itt a különféle fájtípusokat például lehet színezni. Szóval úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy hasznos program, még hogyha nem is állandó használatra, mert van egy kedvenc fájlkezelőd, ami esetleg olyan dolgokat is tud, amit ez nem, de vannak esetek, amikor eléggé meg tudja könnyíteni a munkánkat. Tipikusan, amikor fájlokat, mappákat szeretnénk több helyre szortírozni, akkor rendkívül hasznos, de tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy azért állandó használatra is megfontolandó, mert elég kényelmesen és gyorsan is használható. Egyébként itt látható, hogy ki lehet választani a különféle partíciókat, meghajtókat szükség esetén. Valamint itt megtalálunk egy részletesebbet is, illetve itt is hasonló lelhető fel.